ötleteket, tanácsokat, karmati voltam főiskolai tanárban. Szeretetesen tudjuk mindenkit a karriernapon, immár a negyedik karriernap. És ha már így rátegyük a Facebookra is, mindjárt fogok én kicsit végezni, mondok egy-két dolgot, amit érdemes megszívlelni. De ugye egy állásinterjú ahhoz, hogy behívjanak, és ez a korábbi karriernapokon hangzott el, tartottam erre előadást. Abban először is nagyon nagy szerepe van annak, hogy egy jó szakmai önéletrajzot készítsünk el, és jól látható, tehát nagyon sokféle variációja van, nagyon sokféle elképzelés és típusa van. Én egy ilyen nagyjából elfogadott változatot készítettem most el. Ugye látható a képen is, hogy van, aki fényképet is tesz hozzá, és majd a kolléga Fülöp László fog erről beszélni, hogy hogyan lehet egy jó képet vágni az önéletrajzhoz és hozzátenni. Én nem feltétlenül szoktam narcisztikus módon hozzátenni a fényképet, lehet, hogy jobban ítélem meg, hogyha nem teszem hozzá. Tehát jól fel kell építeni tanulmányok, tapasztalat, nyelvismeret, egyéb jártasságok, és hogyha valamilyen szakmába vágó tevékenységünk van, azt mindenképpen tegyünk hozzá, sőt, érdemes az érdeklődési körünket is, mert lehet, hogy éppen az a főnök, aki befolyással lehet a döntésre, mondjuk szeret teniszezni, és én is szeretek teniszezni, hát milyen jó lesz a teniszpartner legalább a cégnél. Illetve a motivációs levél, amely azt sugallja, hogy miért akarok én ennek a cégnek a része lenni, miért akarok én ebben a céges csapatban tartozni, miért vagyok én a legmegfelelőbb ember erre a munkára, nem pedig az összes többi 322 jelentkező rajta kívül. Tehát ez a kettő nagyon fontos ahhoz, hogy eljussunk ahhoz a ponthoz, amikor azt mondják, hogy na ez az ember, amit meg szeretnék ismerkedni, és ugye itt már a kolléga Farkas Ferenc érintette is az állásinterjúnak egy nagyon fontos követelmény rendszerét. Lesznek kisebb átfedések az én előadásomban is, de igyekezzünk arra koncentrálni, hogy mire kell figyelni egy állásinterjúnál. Hangoztatta a Ferenc is, hogy fel kell készülni. Nem lehet felkészülni, hogy odaállítanunk, mindenképpen az adott cégnek a jellemzőjét, fő prioritásait, összetevőjét, múltját, jelenét, jövő célkitűzését meg kell ragadnunk, és magunkévá kell tennünk, hogy tudjuk a megfelelő kérdésekre majd válaszolni. Fel kell készülnünk, és itt hangoztathatjuk a saját Facebook oldalunkból is. Amerikában a tendencia az, hogy az az ember, aki nincs fent valamilyen közösségi hálón, az antiszociális. Ez hülyeség, pontosabban csak virtuálisan szociális, hiszen a valós életben tényleg antiszociális az, aki felkerül egy ilyen Facebook oldalra, és már szenvedélyesen közösségi oldal rajongók lesz, és minden életét ott éli meg. Lásd például, nagyon sokan vannak, akik azt csinálják, hogy elindulok otthonról az iskolába, puff-puff, egy poszt felnyomom rögtön, már a buszon ülök, és folyamatosan a Google-térképen jelöli, hogy a busz hol halad. Mondjuk 20 kilométert jön, már benn van a főiskolán, és akkor reggel, hogy éppen végtelenbe ülök. Lehet, hogy most így azt mondjuk, hogy mosolyog, megmosolyogtak minket, hát ugye ezért legalább is mondta a Google a kolléga, hogy 300-szor kell mosolyogni, tehát azért igyekezzünk ne csak ezeken mosolyogni, tehát fel kell készülnünk mindenből. És valószínűleg Facebook tevékenységét, bocsánat, közösségi oldal tevékenységét, hiszen nem csak Facebook van, lesznek kapcsolatos kérdések a vállalkozás felől. Pontos érkezés fontos, én 5-10 percet írnék, de lehet, hogy akár 15 is megfelelő, pontosabban azért lenne 15 perc hamarabb való érkezés, hogy még legyenünk időnk arra, hogy elmenjünk a mosdóba, esetleg egyéb, különösen hölgyeknél egyéb smink kiigazítására is időnk legyen, és nem majd úgy menjünk be, hogy mikor lesz a megfelelő maga a kérdezés, mert hát ugye az ember az nem biztos, hogy és van nagyon sűrűs dolgon van. Tehát ezekre mindig előtte fordítsunk gondot, és ne közben jusson eszünkbe. Szintén Ferenc említette, hogy ha 20 percig tovább várnak, akkor lehet, hogy érdemes egy új időpontot kérni. Ha azt látjuk az interjúztatón, vagy akár egy egész bizottságon, hogy siet valamiért, és valami látszik, hogy nem feszült a helyzet, és már az óráját nézi, ami persze ugye egy interjúztatónál is nem illik, akkor próbáljuk megjavasolni, hogy esetleg ha
most valamiért nem aktuális az időpont, akkor visszajöttünk egy másik előregisztrált időpontban is. Mindenképpen magunkkal kell vinni a cégnek az értesítő levelét, megadott kapcsolattartó nevét és telefonszámát, szobaszámát, hogy ne akkor kezdjük el ott keresgélni, illetve még az elinduláson az hozzátartozik, hogy mit tervezünk az indulásunkat, hogy mindig hagyjunk egy fél órát mindezek ilyen Viszmajor keretben, ami azt jelenti, hogy hát esetleg késik a busz, felvágták az utat, kerülőutat kell tenni a busznak, vagy bármi más közbe jöhet. És ugye, ha velünk van a szobaszáma, a telefonszáma, akkor esetleg útközben is tudjuk értesíteni, hogy bocsánatot kérek, rajtam kívülálló okoknál fogva nem tudok pontosan megérkezni, esetleg később időpontra szeretném tenni a megbeszélést. Szakképzettséget igazoló eredeti dokumentum. Hiába beadtuk fénymásolatba, hitelesített fénymásolatba, az eredeti mindig legyen nálunk, és ha kérnek referenciamunkát, akkor azt is vigyük magunkkal. Névjegykártyát is ideírtam, bár nem minden esetben van mindenkinek névjegykártyája. Az önéletrajzot viszont vigyük magunkkal, mert ha nem érkeztünk megtanulni, akkor esetleg tudunk belőle puskázni, mert nem célszerű, az ember csak ismer a saját életét. Mire figyeljünk, és ugye itt szintén Farkas Ferenc is érintett az öltözködést, ezt tudni azért, hogy dress code, amely általában egy szerény megjelenés kell, hogy tükrözzön, ugye cipő, frissen fényezett, frissen mosott ruha, szélsőséges ruházat kerülése, és kerüljük a sötét szemüveget. Mert nem egyenes ember az, aki eltakarja a szemét, ugye a szemkontaktusról még egy kicsit én is visszatérek majd, és azt jegyezzük meg, az, amiben megjelenünk az állásinterjúnk, az nem alapvető követelmény nagyon sok esetben egy-egy munkáltatónál. Persze a vezető pozíciókban azért elvált az elegáns megjelenés, de például egy buszvezetői állásra sem, vagy egy mezőgazdasági vállalkozásnál sem, hogyha jelentkezünk egy munkára, a megjelenés az állásinterjún azért legyen elegáns. Valószínűleg egy aratógépben nem kell ezt öltöny nyakkendőben beülni, bár a modern gépeknél már ez is kivitelezhető, hiszen nem ukrajnai viszonylatokban vagyunk, hogy por és minden száll be, hanem légkondicionált vezetőfülkék vannak. Szintén nagyon fontos odafigyelni a higiéniára, frissen mosott haj, az arcőzet frissen legyen igazítva, ez legyen akár szakál, azt is, bajuszt is, mindent meg kell frissen igazítani, hogy ne álljanak ki szanaszél a különböző szállak. A nőkkel szemben szintén a szőrzet kapcsolatára van elvárás, az erősebb szőrzetek arcon, lábon és ónajban is frissen ápoltak legyenek. Megint mosolyunk, ez nagyon jó, már 46-nál tartunk. Hibás fogsor esetén érdemes eljutni egy fogászati kezelésre, hiszen ugye különösen vezető pozíciókban nem szívesen alkalmaznak ilyen embereket. Ápolt kéz, láb szintén alapkövetelmény, illetve az illatszerek használata. Én azt szoktam mondani, hogy az illatszereknél próbáljuk meg a saját egyéniségünket megtalálni. Vagy hogyha erőteljes illatot használunk, akkor ne aznap reggel 32-t fújunk a dezodorunkból vagy a parfümökből, hanem csak egyet, maximum kettőt. És nem muszáj munkát a bemenetel előtt még az élet felé magunkra locsolni. Öltözködés, hát kedves hölgyek, először mindig a hölgyekkel kezdjük. Ugye képen is látható azért a férfi társaim azt mondják, hogy hú, ez azért szemre való hölgyecske, de hát valószínűleg nem erre alkalmaznánk, amire éppen jelentkezett. Tehát a nőiesség megjelenítése azért fontos, de csak óvatosan, hiszen a kevesebb magunk mutogatása az mindig többet akar. Sajnos eljutottunk abba az időszakba, hogy a celeb világba csak úgy lehet betörni, hogyha legalább háromszor szerepelünk már a Playboy címlapján és minden nélkül. Viszont ez nem jelenti azt, hogy minden munkakörhöz ez ildomos. A felső választásánál ugye a pluszt is lehet választani, túlszűk, spagetti pántos, 9-ig a melltartó, mély dekoltás. Na ez az, amit nem szabad alkalmazni, és ez az, amivel nagyon sokszor például a diplomosztókon is szoktunk találkozni. Tehát itt most a végzőség felé egy kis előrevetítjük azt, hogy amikor majd jön a diplomosztó, miket nem szabad felvenni, és hogyan kell azért megjelenni, bár nem állásinterjú, de azért egy olyan alkalom, amire egy órára ki lehet bírni a dolgokat. Szoknya minimum térd alá érjen, térdnadrágot soha se vegyünk fel állásinterjún sem pedig egy diplomosztón.
Ha mindenképpen a nadrághoz ragaszkodik valaki, akkor bokáig, de legcélszerűbb, hogy a cipő sarkáig érjen el a nadrághoz. Hát szinte említett a kollégám is, hogy harisnyát még a legnagyobb melegben is fel szükséges venni a szoknyához a hölgyeknek, és ugye hát ez van variációs lehetőség, hiszen a különböző vastagságú harisnyák azért erre már lehetőséget adnak, és színben is nagyon sok a választék. A mintás harisnyákat nem nagyon szokták javasolni, főként inkább igyekezzünk az egyszerű testszínűhöz ragaszkodni. Zárt orrú cipő szintén követelmény, és a magas, tehát a sarokválasztás is fontos. Bár itt azért egy kicsit a ruházaton túl még azért a test alkat is meghatározhatja azt, hogy kinek melyik áll jó, és melyiket érdemesebb, sőt még a saroknak a típusát is, tehát ezen sokat lehetne beszélni, de nem fogjuk most itt megtenni. Kiegészítőkről szintén már volt szó, kerüljük azt, hogy a család összes ránk hagyott vizsuját, ékszerét magunkra tesszük. Sőt, ha úgy döntünk, hogy ezüst ékszert alkalmazunk, akkor ne tegyük mellé az arany nyakláncunkat. Jó? Ha mondjuk egy ne talán nagyon hidegben menjünk állásinterjúra és gardót veszünk be, azon kívülre nem feltétlenül szükséges ráhelyezni az arany nyakláncot, és ezt nagyon sokszor tapasztaljuk ugye itt a mi kultúrkörünkben. És már is térhetünk a férfiaknak az öltözékére. Ugye alapvető követelmény általában a nyakkendő, de ha mindenképpen bezártságunk van egy nyakkendős viselettől, akkor eltekinthetünk, de ettől is lehet, tehát ennek ellenére is lehet még elegánsan öltözni. Egy elegánsabb póló, főként ezek a úgynevezett indinyakú pólóknak a viselete, bár itt is megint csak fontos az, hogy meg kell nézzünk, hogy milyen munkakör jelentkezünk, hiszen egy bizonyos eseteknél egy vezetői, egy alvezetői pozícióban alapvető követelmény, hogy öltönyösen jelenjünk meg. Nadrág. Nem elegáns a rövid fazonú nadrág, tehát nem menjünk sorba állásinterjúra. Akár nyáron is vannak nagyon kellemes, vékony vászonnadrágok, amelyekben meg lehet jelenni. Amit el szoktak sokan követni a felső öltözéknél, hogy lezseren hagyják kilógni az inget, és hát olyan menők vagyunk, olyan vagányak, hogy egyszerűen nem bírunk már magunkba. Cipőknek az öltözéke szintén zárt orrú cipő legyen, és hát nem véletlenül raktam a képet ehhez a diához, hiszen általában nagyon sokan elkövetik azt a falusi, helyi hagyományokból eredő, de Beregszászonban és nagyobb városokban is megfigyelhető szokást, hogy fehér zokni illik az öltönyhöz. Na ez így nem igaz. Tehát mindig az öltözéknek, sőt a cipőhöz illő zoknit kell választani, és ettől nem szabad eltérnie nagyon sok árnyalatban a nadrágnak. Tehát még ami még szintén fontos, hogy a férfiaknál fontos a zokni hossza. Tehát olyan zoknit kell választani, általában télzoknit ajánlanak, amelynél, hogyha ülő helyzetben vagyunk, nem látszik ki az embernek a szőrös lába nagy rombán. Tehát nem lóg ki a lóláb. Aki szereti mindenképpen a fehér zoknit, az nyugodtan sportoláskor, teniszedzésen, bármilyen sporteseményen felveheti, sportcipőhöz, edzőcipőhöz, de ne öltönynadrághoz tegye mindezt. Azt hiszem kihagytam ilyet, de gyorsan visszaugrok, mert túl sokat pörgettem. Hát az egyéb bizsutéria, ugye? Hát egy férfinak azért férfiasnak kell lenni, szó se róla, de azért egy ilyen állásinterjú nem az a lényeg, hogy a mellszőrzet kipandikáljon, és hát persze ugye most már vannak gyantázási procedúrák a férfiaknál is. Mindenképpen macsós, mindenképpen lehengerlő lehet, de nem az állásinterjúra kell ezt tartogatni. Ékszerek általában nem jellemző a férfiakra, bár ugye van, akinek ez divat cím. Tehát hagyjuk otthon a pecsétgyűrűt, hagyjuk otthon a második aranynyakláncot, az aranykarkötőt, de azt tegyük el oldalra, amit abban az arci dörökben elmegyünk majd hódítani. Ugye azért vettem direkt ezt a képet hozzá, hiszen ha így megjelenünk egy állásinterjún, akkor valószínűleg
nem sok pozitívra számíthatunk. Koncentráltság nagyon fontos, hiszen ha nem koncentrálunk eléggé, akkor nem koncentrálunk az udvariasságra, nem koncentrálunk az illetudásra, és itt az előbb volt rossz, úgyhogy nem ismétlem meg önmagam. Arra is figyeljünk, hogy amikor ugye álló helyzetet fogadják az interjúzót, az interjúzó az alany, akkor sohasem üljünk le hamarabb, mint az interjúztató bizottság. Tehát mindig meg kell várni, míg ők megkezdik a helyfoglalást, egy-két másodperces késéssel ülünk mi is le. Szintén volt szó, hogy hogyan kell a talpnak elhelyezkedni, tehát látnak kényelmesen a testtartásunkra is vigyázunk, lazának tűnjünk, de ne folyjunk szét a székbe. Ez azt jelenti, hogy ha beülünk a székbe, akkor nem fekszünk el, nem várjuk magunkat hanyat, hanem egy kényelmes testtartást teszünk fel, és másik, ne könyököljünk rá az asztalra, miközben beszélünk a másikkal. Ezzel nem fogjuk azt kifejezni, hogy mi mennyire figyelünk rá, sőt, pontosabban idegesítő lesz, hiszen ha annyira közel mászunk a másikhoz, szó szerint belemászunk a képébe, szokták ezt így mondani, akkor a szemkontaktus zavaró lesz. A szemkontaktus nálam nonverbális jeleknél a magyar szakosoknak tanulják is, hogy a szemkontaktust érdemes megfelelően kezelni. Ugyanis, ha elkalandozik a szemünk és az arc tájékára, az arcok tájékára tévedő szexuális kihívást is jelenthet, hogy erre nagyon figyeljünk, különösen, hogyha eltérő neműek a vizsgáztató és az álláskereső. Legcélszerűbb itt a szem néha szemkontaktust tartani, de a úgynevezett semleges homlok háromszögbe tekinten a két szem közé, mert ez nem tartalmaz semmiféle kihívást a másik nemű fél felé. Itt ugyanazt ajánlják, hogy mindig a szemébe nézünk, de ez is egy idő után zavaró lehet, és megterheli a kép kapcsolatot. Mindig a feltett kérdésre válaszoljunk. Ne próbáljunk meg kitérni, ne szaporítsuk feleslegesen a szót, ne halandzsázzunk, amiről esetleg nem tudunk biztosat. Röviden, tömören, lényegre törően fogalmazunk meg azt a mondani valónkat, amivel úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk győzni az adott velünk szemben álló feleket. Ha esetleg valamit úgy gondoljunk, hogy ez nem értettem pontosan a kérdést, vagy nem tudok erre pontosan válaszolni, nyugodtan visszakérdezhetünk, hiszen ez nem egy kivégző osztag előtt állunk, hanem ugyanúgy egy emberek előtt, akik szintén meg akarnak győződni, hogy mi ezt a munkát el tudjuk majd látni. Tisztán, érthetően kell kifejteni azt, amivel mi meg akarjuk győzni az adott bizottságot, hogy erre az állásra nálam jobb ember nem talál. Ezért mindig alkalmazunk konkrét példákat. Konkrét példákat ad, hogy miért? Mi az, ami engem motivált arra, hogy ehhez a céghez szeretnék, ehhez a csapathoz szeretnék tartozni? Vagy az a lényege ennek a célkitűzésemnek, hogy én ezt a céget előrébb akarom vinni, fejlődést akarok belevinni. Tehát ezek nagyon nagy labba esnek egy-egy állásinterjú. Ha valami kérdésünk van, és ma úgy látjuk, hogy a bizottság nem akar kérdezni, akkor nyugodtan tegyük fel. Ezzel kifejezhetjük azt, hogy mi érdeklődünk a cég iránt. Érdekel az a munkakör. Mi komoly pályázók vagyunk, nem csak úgy bejöttünk, mert hát éppen a 327. pályázatunknál már megint behívtak. Kötelező kérdés az, hogy ha esetleg megtörténik a kiválasztás, akkor mi lesz a következő lépés? Hová fogunk kerülni? Mit fogunk csinálni? Tulajdonképpen ez egy nagyon jó lezáró kérdés is lehet mindkét fél számára, hiszen elkerüljük azt az úgynevezett üres járatokat, hogy most hát valamit még kellene mondani, hogy mit is mondjunk valójában. Itt megtudjuk, hogy mi lesz a vége, hogyha felvesznek, és akkor innentől kezdve már elindulhatunk lassan kifelé. Amit viszont nem szabad kérdezni, mennyit fognak fizetni, milyen plusz jutatásokat fogunk kapni, kapok-e kafetériát, nem kapok kafetériát, ezek nem tartoznak. Ha mindenképpen bele akarja valaki szőni, akkor ez az interjúztatónak a feladatköre, nem pedig az álláskeresőnek. Szintén nem szabad kérdezni olyanokat, hogy milyen ment az előző kollégám, volt-e valami problémája, stb. És az önéletrajzunkat azt már nem kell visszakérdezni, hiszen ha nem tetszett volna, akkor nem lennénk az állásinterjú. És röviden, tulajdonképpen ennyi lenne a lényege,
annak, hogy bár lehetne ezeket még sokáig esetelni, hiszen nagyon kis apró dolgok döntik el sokszor azt, hogy miért pont azt az ember választják ez adott 1527 jelentkező közül. Fontos az, hogy meggyőzőek, magabiztosak legyünk, de ne próbáljuk meg ráerőltetni saját magunkat a cégre. Tehát egy kicsit én azzal zárnám le, hogy egy állásinterjú azt kell elérni, mint anno Tom Sawyer Huckleberry Finnnél, hogy tulajdonképpen a kerítést azt ő akarja majd lefesteni, és ez milyen nagy dicsőség, hogy ő lefesteti. Tehát az a cég vezetősége azt érti, úgy értékelje, hogy milyen jó, hogy ez az ember hozzám kerülhetett, és ez a legjobb nyereség a cég számára. Én köszönöm szépen, és ha bármi kérdés van bárkinek, akkor majd akár személyesen is kérdezhetnek.